Na, hát csak kicsábultam. Meg fog történni a, hát az idei első futás. Bekészültem csillogos kék körömlakkal, meg dinnyél zoknival. Bam, csiki, bará, csú, bará, hát lássuk, régen futottam a szigeten, összefutottam utoljára, és a futás ez egy nagyon-nagyon-nagyon frankó dolog. A Nike Run Club-ban szoktam futni, olyan futó programjai, amivel beszél hozzád egy coach, és időnként bejelentkezik és mond motiváló jó mondatokat. Egyébként szerintem ez olyan frankó, van ilyen mindset futásai, nagyon sok mindent ki lehet választani. Én most az 5 kilométeres fogom kiválasztani, és akkor azzal néha a zenémből be fog jelentkezni, és mondja a kis dolgait. Úgyhogy akkor indul az 5 kilométer, hajrá! Jaj! Megtanulok! Nagyon rég volt a futás. Beszart a Nike Run Club. Ennyit erről. Úristen. Hát, most van 1 kilométer. Jászusom. Ez nagyon durva. Mikor meglátom az Árpád hidat, akkor rájövök, hogy még nagyon sok van vissza. Kendőbe futok, mert nagyon rosszul veszem a levegőt. Főleg ennyi idő után. Vissza kell szoktatni, és hogy ne fázzak meg. Ez úgy futok, mint egy arab terrorista. Tudom, hogy béna, de ismerd a határaidat. Jaj, na milyen szép, nem? Ez az volt a budait, amikor már látta, akkor már boldogság kezd nőni benne. De jó, kikapcsolom, mielőtt elhányátok magatokat. Ez a legrisszebb rész. Mindjárt yeah, vége! Ó, de jó! Beállt egy meditatív tempó. Vonzolom földi maradványaimat a nullás kőhöz. Úristen, Jézus az égbe! Ó, megvan! Nem tudom. Hát, nem tudom, mennyire látszik. Így néz ki egy ember. 5 kilométer futás után megpusztulok. Földi maradványomat éppen próbálom vonszolni, hogy leálljak le, de muszáj volt megállni. Asztalat! Az külön bosszantó volt, hogy a Nike Run Club, ez a menő program. Hoppá. Úgy beszart indulás előtt, nem tudtam elindítani. Telefonomat újraindította, 15 percek keresztül volt. Szerencsétlenkedtem az indulásnál. Mondom, hát ezt nem hiszem el. Hát kell a kendő, nem a Covid miatt, mert fúj a szél. Eléggé próbáltam alkalmazni a jogában az ujjayi légzést. Azt éreztem, hogy a tüdőm kiszakad a helyéből, és kb. A startkőnél ott hagyom, úgyhogy nem megy még. Majd akkor a next step az lesz, hogy az ujjayi légzést, azt éppen majd bevezetjük a futásba. Oké, értitek? Hát az volt vicces, hogy elindítottam egy ilyen Xiaomi, mi a nevét, futóprogramot. Betoltam. Azt mondja nekem, 0 kilométer ahead, distance and the heart rate and the 7 pause minute. No, but végén workout finished. Hanem, aha, jó, köszi. És ő szerinte 5,14 kilométert futottam. Szerintem nem, mert indulástól indulásig mentem, és az úgy 5 kilométer. Hát igazából fantasztikus. Lehet ezt nem tudom ragozni. Aki szeret futni, azt tudja, hogy ez mennyire egy barom jó dolog. És hát itt a Duna. Azt hittem, hogy a hálapadnál vagyok, de nem. Szintén egy ilyen gondolat, amit valószínűleg még senki nem mondott ki előttem. Just do it. Nem nagyon kell fölkészülni. Ha kicsit bemelegítesz, az első kilométert lassú kocogásba csinálod, és automatikusan bemelegedik a tested. Csak induljál. Kezd el. Ez a lényeg. Hát én most nagyon hálás vagyok ezért. Tegnap voltunk túrázni, ma a futás. Ja, igen. Nézzétek. What a beautiful face. Itt ott például össze-vissza piros. Ah, hello. Aki nem így néz ki futás után, az hazudik. Ne higgyetek neki. Ó, de jó. Most pihig. Na, a futás utáni beauty percek következnek. Hát, that is the shero. Taft az tart, de legalább a köröm az csillog, mint egy sárkánypata. A mai napot resting beach face-el fogom tölteni. Használjatok ki a szigetet akkor.
bakker. Ami egy nagyon szép tanulság volt a mai futás után, hogy elfelejtettem, hogy miután hazaérek, egy órán belül enni kell. Minimum egy órán belül. Úgy leesett a vércukrom, és úgy elkezdett verni a szívem, hogy na, azt a... Most viszont gyorsan akkor ettem, és... kiájulás van a mai napra. Ezt elfelejtettem, hogy enni kell. A túlélés fontos. Egyetek ti is futás után. Legalább egy banánt betolhattam volna, basszus. What else? A beauty percek ilyenkor sem maradhatnak el. Közben vágom a következő részt. Fogalmam sincs, hogy honnan jön, de... Gangsta Sunday, bitches. It's sad, it's sad. It's sad, it's sad. Párti hárd. Hát szép vasárnapot mindenkinek. Jönnek most a dilemmák. Ma este néztem Decathlonnál és Aldinál munkát. Csak Aldinál találtam. És akkor most a gondolkodás, hogy hova. És ez hogy milyen. És meddig es. Néztem még DM-et. Nada. Rossmont. Kint van a Kampónában egy eladói. Most megint leszoktam a dohányzásról, de néztem a dohányboltban a helyet. Nem is írják, hogy van lehetőség. Hát ilyenek vannak most itt Gyöngyösen. Hogy még gondolkodom, hogy egyáltalán milyen bolt van nyitva, felvesznek-e zéró tapasztalattal kb. És bírni fogom-e. Barcelonában pedig 5000 ember van egy koncerten. Ezek a spanyolok? Ezek teljesen ariba-ariba? Juhú! Túlélésre fel.